Kapcsolati hiba című novellás kötetem jelent meg legutóbb a Szkolár kiadónál. Ebben 20 történet található, és ezek arra keresik a választ, hogy a virtuális online világban és a fizikai valóságban összegubancolódott életünkre hogyan lehet valahogy megoldást találni. Szó van például az online térben ismerkedő nyugdíj közeli anyukáról, vagy egy robotpapról, akit éppen temetni készülnek. Jelenleg egy családi történeten dolgozom. Édesapám Mécs Imre, ő 1956-os forradalom után börtönbe került, és első fokon halálra ítélték. 9 hónapot töltött a síralomházban, miután a másodfokú ítélettel kikerülhetett onnan, és megmenekült a kötéltől. Ezt a súlyos történetet szeretném valamilyen módon a jelen perspektívájából is megmutatni egy regényben. Én nagyon szeretem a karácsonyi időszakot, különösen azt, amikor már a 23-ától kezdve az ember tényleg visszavonulhat, és a családjával, a szeretteivel töltheti ezeket az időket. Azt is nagyon szeretem, hogy ilyenkor a külföldön élő barátok hazajönnek, és velük is lehet találkozni. Remélem, hogy a Covid se fogja ezt keresztbe húzni. Nagyon szeretem Czakó Zsófiának a Nagypénteken nem illik kertészkedni című könyvét. Ez egy novellafüzérként vagy regényként is olvasható könyv, ahol az elbeszélő kiskori perspektívájából a gyermekkori élményeit és a családjának a valláshoz köthető viszonyát ismerhetjük meg. Majd egy felnőtt fiatal nőt kísérhetünk el Milánóba, és ott pedig egy olasz családot, egy olasz kapcsolatot mutat be a szerző, és azért is kedvelem velem nagyon, mert Zsófinak sikerül szerintem az a nagyon nehéz mutatvány, hogy egyszerre tud nagyon humoros és szellemes lenni, és közben egyszerre van mélysége is a történetnek. Töltse gondolatokkal az év végét. Olvasson könyveket. Kellemes ünnepeket kíván a Szkolár kiadó.